Taroltak a vajdasági óvodások és iskolások Budapesten a Mobilitás Hét keretében megrendezett Sétálj velünk című kreatív pályázaton. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium díjátadóján 21 vajdasági gyerek és pedagógus vette át az értékes díjakat, azaz kerékpárokat, rollereket és vásárlási utalványokat. A Pannon Televízió produkciós stúdiójában itt köszönhetem Aranyos Valériát és Agárdi Hajnalkát, a Szabadkai Jován Mikity Általános Iskola tanítóit, akik elhozták magukkal a diákjaikat is, név szerint Sebők Csáki Szintját, Varga Boriszt, Kolozsi Annát és Vas Kirát. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban, és először is gratulálok ehhez a nyereményhez. Valéria, meséljen nekünk egy picit arról, hogy először indult-e a tanulóival ezen a pályázaton, vagy pedig már sokadik alkalommal, és hogyan nézett ki a felkészülés? Hát mi minden évben készülünk, nem tudom pontosan megmondani, hogy hány éve, de már sokadik alkalommal veszünk részt ezen a versenyen. Hát az úgy néz ki, hogy évvége felé hirdetik meg a versenyt, tehát úgy májusban, júniusban kezdünk el dolgozni, és első persze beszélünk a környezetvédelemről, mert ezzel kapcsolatos ugye a pályázat, és utána elkezdünk rajzolni, és igyekezni kell, hogy befejezzük évvégére. Szintia, gratulálok ehhez a nyereményhez. Egy gyönyörű, szép, nagy kerékpár az, amivel hazatérhettél Budapestről. Mi volt a rajzodnak a témája? Volt-e egy meghatározott téma, és mi szerepelt a rajzon? Hát a rajzomat két felé osztottam, és az egyik részben lerajzoltam, hogy mit lenne, hogyha sokat használnánk autót, és a másik részben meg, hogyha mindenki gyalogolna, és milyen szép lenne a természet. Gondolom, hogy az iskolában sokat foglalkoztok a környezettudatos élettel. Te mit tudsz erről a környezettudatos életről? Mi az, amit elsőként talán meg tudnál fogalmazni, és ami eszedbe jut? Hát, hogy mostanában most már annyira fejlett a tudomány, hogy mindenki autóval közlekedik, és nagyon kevesen járnak kerékpárral, rollerrel, és gyalog. De most már itt van ez a kerékpár. Ezzel jársz most már iskolába? Igen, meg most kezdtem éppen zenedébe is járni, úgyhogy egyedül jövök, megyek a kerékpárral. És örültél-e a hírnek? Gondolom, hogy örültél. Ki ne örülne annak, hogy egy ilyen értékes nyereményt kap. A szüleid otthon mit mondtak? Hát azt mondták, hogy nagyon ügyes vagyok, és gondolták, hogy ilyen jutalommal jövök haza. Gratulálok még egyszer. Hajnalka, ön sem elsőként indul már a tanulóival ezen a pályázaton. Miért annyira népszerű itt a vajdaságban ez a pályázat, mit gondol? Mert hát elmondtam, hogy 21 vajdasági gyerek és pedagógus volt ott a díjátadón. Hogy már régóta van, több, hát szinte én gondolom egy 10-10-valahanyadik éve már, nem is tudom úgy visszaszámolni, de egy bő 10 éve biztos, hogy van, és szépek a jutalmak, és hogyha nem biztos, hogy mindig rollert kap az ember, de vagy könyveket, meg az, hogy elutazik Budapestre, az már egy jutalom, hogyha már más nem is kap esetleg, meg hát nem csak azért, jó a téma, a gyerekek szeretik a közlekedési eszközöket, van, amikor autómentes, tehát mindig más a téma minden évben. Például van olyan, hogy a tömegközlekedés, akkor autóbuszt, meg ilyen trollibuszokat, meg szóval a fiúk és lányok is azt szeretik rajzolni. És ez ilyen hálás téma, és ezért is. Nektek is gratulálok. Borisz, először akkor téged kérdeznélek. Meséld el nekünk, hogy mi is készült a rajzodon, tehát mi volt az, amit te elkészítettél? Rajzoltam egy embert, aki fut, meg egy lányt, aki sétál, háttérbe épületet, meg egy ilyen folyóféleséget. És szeretsz rajzolni egyébként? Igen. Igen. Kipróbáltad-e már a rollert, vagy hol szoktál ezzel, hol közlekedsz a rollerrel? Hát az utcánkban eddig ott közlekedtem. És jól gurul? Igen. Lányok, nektek is gratulálok. Anna, meséld el, hogy te mit rajzoltál, és milyen volt a díjátadó ünnepség? Sokan voltak, volt sok gyerek, készültek-e esetleg valamilyen műsorral nektek? Hát én rajzoltam egy lányt, aki biciklizik egy dombon, és a háttérben több embert, aki kutyát sétáltat, meg cicát visz, és épületeket is.
Hát a diátadón nagyon sokan voltak, voltak rendőrök, tűzoltók, mentősök is, és voltak biciklisek is, akik egy kereken ugráltak, úgyhogy az nagyon élmény volt nézni. Kira, te itt nagyon picike vagy, de gondolom, hogy attól a rollert nagyon jól tudod használni, és szereted is. Meséld el, hogy te mit rajzoltál le, és milyen volt számodra ez a díjátadó ünnepség, élvezted-e, és vártad-e már, hogy hazahozhassd a rollert? Hát én egy olyan biciklit rajzoltam, amit ketten bírnak hajtani, és a hátulján ült egy lány, aki virágokat dobált mindenhova. A háttérben pedig rajzoltam egy házat, meg a természetet. Biztos nagyon szép lehetett. Egyébként te szeretsz rajzolni? Indultál már más pályázatokon is? Nagyon szeretek rajzolni, és igen. De mégis úgy hiszem, hogy ez az ajándék az, ami talán eddig a legnagyobb ajándéknak számít számodra. Igen. Jó, és akkor most ismételten a tanítónőket kérdezném, hogy hát ugye gyermekhét van, és itt október 7-e és 13-a között az oktatási intézmények több programmal is készülnek a tanulóknak. Ezek a programok általában a játékról szólnak, és a szórakozásról. A Jován Mikity általános iskolában mivel kedveskedtek eddig, és a jövőben mivel kedveskednek a tanulóknak? Első nap hétfőn a gyermekjogokról beszéltünk, és az egész hétre vonatkozik, hogy rövidítettek az órák, kevesebbet vagyunk az iskolában, tehát kevesebbet tanulunk is. Kedden tanszereket gyűjtöttünk a szegény sorsú gyerekeknek, és aszfaltrajzot készítettünk. Szerdán sportnapunk van ma, és szalszázunk. Csütörtökön kisállatkiállítás lesz, tehát minden gyerkőc elhozhatja a kedvencét, kutyust, macskát, papagájt, nyuszit, és akkor az is egy nagyon érdekes rendezvény, szerintem az egyik legérdekesebb lesz. Pénteken pedig színházba megyünk. És hát mivel a kerékpár az igen szép nagy, és egy picit nehézkes lenne itt vele a közlekedés, ezért most én megkérném a rollereseket, hogy tegyenek itt egy kört a stúdióban, és mutassák meg a nézőknek, hogy milyen jól gurul ez a roller. Akkor mehettek. Így van, Boris elindult, őt követi Anna és Kira. Tesznek itt egy kört. Így szépen lassan és megérkeznek vissza a helyükre. Nagyon ügyesek voltatok, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ide hozzánk, és hát természetesen nagyon vigyázzatok magatokra, csak óvatosan a kerékpárokkal, rollerekkel, és további jó munkát kívánok nektek az iskolában, és sok ötöst. Köszönjük szépen!